5, 4, 3, 2, 1. Rajta! Sok szeretettel üdvözlöm a Pécs TV nézőit, mind a gyerekeket, mind a felnőtteket. Hiszen jön a karácsony, és ez a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ünnep, és ünnep nekünk is, hiszen meglephettük ismét a Pécs TV nézőit egy karácsonyi sportvetélkedővel. Ez a karácsonyi sportvetélkedő immár hagyományos, hiszen tavaly is megrendeztük. A helyszín ugyanaz, az egyetemi tornacsarnok, és ugyanazok az általános iskolák is játszanak. Itt talált a visszavágás ideje, a tavalyi verseny emlékezetét megőrzött gyerekek ismét itt vannak, és újra megmérkőzhetnek egymással. Nézzük először is, hogy kikből áll a zsűri. A mai verseny zsűrije: Németh Karola, Papp Dezső, és a Biokom részéről Farkas Patricia. Külön köszönet a Biokomnak a támogatásért. A játékmester Borsányi László lesz, a versenybíró Németh József, és akkor most lássuk a csapatokat. Az első elődöntőben vagyunk, amikor is a kettes számú gyakorlóiskola, az Anikó utcai általános iskola, a Bánki Dunát utcai általános iskola és a Gyárvárosi iskola fog megmérkőzni egymással. Lássuk a csapatokat! Először is hadd lássuk a JPTE kettes számú gyakorlóiskoláját! A kettes pályán az Anikó utcai általános iskola csapata. A hármas pályán a Bánki Donát utcai általános iskola. A négyes pályán pedig a Gyárvárosi általános iskola csapata fog küzdeni. Halljak még egy együttes nagy kiáltást! Tessék! Egyedül én kiabálok. Mindannyian kiabáljatok egy nagyot és ugráljatok! Tessék! Ez az. És akkor most következzék az első játék. Az első játék, amely egy szögdel, hord és bukfencező játék lesz. A menetrendet közben majd elmondom. Először is még néhány szót az ajándékokról. A verseny első díja 250 ezer forint értékben számítógép, vagy ennek tartozékai a Databox-tól. Ezen kívül a Chio Chips külön ajándéka, Chio póló, játékkártya és chips. Az Oké Fotó Star Wars ajándékait is meg lehet majd kapni, és a füzet hátoldalán, ezeknek a Star Wars-os füzet hátoldalán megtalálható az az üzlet címe, ahol az itt készült fotók a gyerekekről majd ingyen átvehetők. Tehát felhívom a szülők figyelmét, hogy látogassanak el majd az üzletbe, hiszen a gyerekekről ingyenesen készítenek fotókat, ami szép emlék lesz. A második díj 100 ezer forint értékű könyvutalvány az Alexandra könyvkiadótól, a Family szörp és csokoládé ajándéka, valamint az Oké Fotó Star Wars ajándékai, szintén az ingyen fotográfiákkal. A harmadik díj egy 70 ezer forint értékű papíráru, nyeremény, amelyet a Pécs TV-től nyer a harmadik helyezett iskola. Ezen kívül Family szörp és csokoládé, valamint az Oké Fotó Star Wars ajándékai. A negyedik helyezett játékokat kap, színes gumilabdákat, tollaslabdaszetet, hullahopkarikákat, amelyet a Pécs TV munkatársaitól vehetnek át. Az Oké Fotó Star Wars ajándékai szintén megkaphatók lesznek. Természetesen minden
szereplő kap majd ajándékot. De hát akkor következzék az első játék. Az első játék, amely váltóverseny lesz. A csapatok felkészültek. Figyelem! 5, 4, 3, 2, 1, start! És elkezdődött az első játék. Az oszlopban elhelyezkedett gyerekek egymást váltják majd, a két darab labdát el kell vinni az első zsámolyból a másodikba, aztán egy bukvenc előre-hátra, megfogni a labdákat, visszavinni, és már is jöhet a váltás. Úgy tűnik, hogy a zöldmezes csapat, a gyárvárosi csapat vezet, Anikó utca másodikként váltott, a második gyerekkel. Még mindig a gyárvárosiak előnyével folyik a verseny. A Bánki Donát és a kettes gyakorló fej-fej mellett. Egy ügyes bukvenc előre, egy hátra, és már is futás vissza. Gyerünk, 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 gyerünk! A többiek szurkolhatnak! Fej-fej mellett a csapatok! Szinte együtt vált mindenki, egy hajszányival. Nekem most az Anikó utcaiak vannak előnyben, igen! Anikó utcai kislány bukvencelt először. Aztán a Bánki Donátos, igen, a harmadik pillanatnyilag a gyárváros, negyedik a kettes gyakorló. Futás, 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 minden labdának be kell kerülnie a helyére, nem gurulhat el egy sem. Úgy tűnik átvette az Anikó a vezetést, nagyon-nagyon izgalmas a verseny, folyton változnak a helyezések. Szögdeléssel állt a zsámolyokon, megfogni a két labdát, betenni, a bukvenc előre, rögtön hátra, és futás vissza. Be a zsámolyba a labdát, és jöhet a váltás. És ebben a pillanatban megvan a győztes. Az Anikó utcai iskola fejezte be elsőnek a gyakorlatot. Másodiknak a gyárváros. Most fut be az utolsó versenyző a Bánki Donát csapatában. És azonnal megvan az utolsó befutó, a kettes számú gyakorlóiskola kék mezében is. Második versenyszám következik. A második versenyszám, amely egy Mikulás varázs nevet visel. A Mikulások, mint tudjuk, szánkon érkeznek, és rajtuk többek között a szakállon, a nagykabáton kívül sapka is van. Ezért mi is most sapkákkal fogunk játszani, bár a mi Mikulásaink nem mind piros sapkával lesznek, lesz baseballjátékosnak álcázott, vagy esetleg sízőnek álcázott Mikulásunk is, a gyerekek lesznek maguk a Mikulások. Nézzük a játék menetét. Minden játékos egyszerre fog indulni, a szőnyegre érve, szőnyekhez érve a fejére húz egy varázssapkát, és pókjárásban indul majd visszafelé. Ez is egy váltóverseny lesz. Nem? Ez nem egy váltóverseny? Jó. Tehát megy majd visszafelé. Lássuk akkor a csapatokat, kezdődjék a játék. Figyelem! 4, 3, 2, 1, start!
egyszerre futnak a csapatok, mindenki talál egy sapkát, gyorsan-gyorsan elkapni a sapkákat, és mint számtalan pók szaladnak vissza a pókok, szaladnak. Vajon melyik csak fejen kell a sapkát vinni, gyerekek? Futás! Meg sem tudom jósolni, mi lesz az eredmény. Az utolsó versenyzőnek is be kell érni a győzelemhez. Két csapat már bent van, bent a harmadik is, és a piros mezesek vannak kint a pályán utoljára. Lássuk tehát az eredményt. A harmadik játék következik az első elődöntőben. Ez a harmadik játék terelés lesz. Teniszütővel kell majd egy nagy labdát terelgetni, futva váltószerűen és zsámolyokat kerülgetni meg vele. Ez egy ügyességi játék, nagyon ügyesnek kell lenni. Figyelem! A csapatok felkészültek! Figyelem! 4, 3, 2, 1. Elindultak a tereléssel, bizony, ne kell fegyelmezni azt a labdát. Fej mellett a csapatok, nagyon ügyesen terelik a gyerekek. És visszafelé futásban. A sárga mezes Anikó utcaiak egyszerre váltottak a zöld pólós gyárvárosiakkal. Továbbra is ők fej mellett. És futásban a sportszerek átadásával folyik a váltás. A játékosok csak a saját sávjukban mozoghatnak. A váltásnál a labdát akár le is lehet tenni a földre. A sárga mezes Anikó utcaiak váltója érkezik be elsőnek most. A gyárváros a második. A kettes gyakorló a harmadik, és a piros mezes Bánki Donát utcai iskola a negyedik. A következő váltó is a Anikó utcai vezetéssel, az ötpólós gyárvárosiak a második helyen. Gyorsan! Futásban! Gyerünk! Terelni azt a labdát, terelni! Gyorsan, ne hagyd elgurulni a labdát! Egy kicsit elszaladt a labdája annak a kislánynak. Futásban, gyorsan körbe a zsámoly körül. Gyerünk, tekerni gyorsan! Bizony, a teniszütőt nem biztos, hogy ekkora labdára méretezték. Futásban vissza! Még bármi lehet a versenyben. Úgy tűnik továbbra is, a sárga mezes Anikó utcaiak vezetnek. Elég rakoncátlanul viselkednek időnként a labdák. Hoppá, vannak balra és jobbra kerülő típusú játékosok. Nagyon ügyesen futnak a gyerekek, és a végén felkapja a labdát, visszaszalad. Még mindig az Anikó utca vezet, az utolsó versenyzőket látjuk már. És ebben a pillanatban az Anikó utcaiak győztek, ők értek be elsőnek. A többi váltó még halad.
A gyárvárosiak a másodikak. Most ér be ebben a pillanatban a kékmezes csapat, a gyakorló és a pirosmezes Bánki Donát utcai csapat is most fog végezni. Lássuk tehát a harmadik versenyszám hivatalos eredményét. A negyedik játék következik, ami kombinálja a kosárlabdázást a kötélugrálással. A játékosok egymást fogják leváltani, azaz a pálya két részén 5 és 5 játékos helyezkedett el, és ők fogják egymást váltani részint kötélugrással, részint pedig kosárlabda labdavezetéssel. Lássuk tehát a negyedik játékot! A csapatok felkészültek! Figyelem! 4, 3, 2, 1, és elkezdődött a játék. Először is gyorsan 10 kötélugrás, majd pedig labdavezetés következik. Be a kosárba a labdát, újra kötélugrás. Gyerünk, gyerünk, pörgetni azt a kötelet, pörgetni, pörgetni! Ez az! Az Anikó utcaiak váltanak elsőnek ott azon az oldalon. A sárga mezes Anikó utcaiak az elsők. Megy a kosárlabdával be a zsámolyba. A három másik csapat fej-fej mellett. 10 ugrás a kötéllel, labdavezetés át a túloldalra, be a zsámolyba, lasztít, és a váltás. Futás, futás, futás. Nagyon erősen tekerni. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gyorsan tovább a lasztival. Újabb váltás. Bizony, bizony, az ugláró kötél az egy ilyen gyors sport. Jó gyorsan meg kell tekerni. Még mindig az Anikó utcaiak vezetnek. Az utolsó kislány van az Anikó utcaiaknál. Nagyon-nagyon gyorsan tekeri. És a sárga mezes Anikó utcaiak ebben a pillanatban győztek. Lássuk, ki lesz a második. Megvan a második, a zöld mezesek. A gyárvárosi iskola lett a második. Lássuk, mit mond a hivatalos végeredmény. Következik tehát az ötödik játék, amely egy kötélhúzó verseny. A négy csapat közül 2-2 fog először húzni, majd a győztesek a győztesekkel az első helyért, a két vesztes pedig a harmadik helyért fog küzdeni. Először az egyes és a kettes pályán versenyző csapatok, a kettes gyakorlóiskola és az Anikó utca húzza a kötelet. A csapatok felkészültek. Figyelem! 5, 4, 3, 2, 1. Rajta! Gyerünk! Akkor győz az egyik csapat, hogyha a középjel kimegy a körből. Lássuk, lássuk, lássuk! Az Anikó utcaiak tűnnek erősebbnek! Húzzátok, gyerekek! Húzni, húzni, húzni! Tapadj le a földhöz! Egy egészen kicsi hiányzik még, hogy átjusson a fel, és megvan! Megvan ezt az elődöntőt, az Anikó utcaiak nyerték!
És már is itt van a következő elődöntő, a két fennmaradó csapat, a Bánki Donát utcai csapat és a Gyárvárosi csapat mérkőzik. Figyelem! 5, 4, 3, 2, 1. Rajta! És húzni, húzni, húzni! Lássuk ki az erősebb! A piros mezesek, a Bánki Donát utcai csapat húzza nagyon erősen a kötelet. Még egy díszúce megvan! És a Bánki Donát utcai csapat győzött! 5, 4, 3, 2, 1. És indul a harmadik helyért a verseny! Nagyon erősen húzzák. A kék mezesek vezetnek, úgy tűnik a kettes gyakorló fogja nyerni ezt a versenyt. Lássuk, lássuk! Jól növesszétek bele a talpatok a padlóba! Húzni, húzni, húzni! Húzni, senki se húzott szöges cipőt, gyerekek, ennyi már! Lássuk, hogy a középvonal! Na most egy kicsit, mint a beleerősítettek volna a zöld mezesek! Nagyon erősen! Húzni, húzni! Nem tud eldőlni a verseny, még mindig inkább a gyakorlósok vezetnek. De most úgy tűnik, hogy visszahúzták a kezdeti pontra, és most átlendült egy kicsit. Nem dől el a verseny még mindig. Jó erősen húzzátok! Húzni! El fog szakadni a kötél, úristen, elszakad. Jézusom! És mégis a kékmezesek vezetnek ismét. Nagyon erősen! Húzni! Néhány centi hiányzik, még egy pici, megvan! Ebben a pillanatban gigászi küzdelem végén eldőlt a harmadik hely sorsa. Felkészültek a csapatok? Figyelem! 4, 3, 2, 1. Rajta! Már látom is, hogy óriási küzdelem lesz. Nagyon nehezen fog eldőlni ez a verseny. A kötél izzad, lassan elpattannak a fonatok, iszonyatos erővel húznak a gyerekek. Húzzátok jó erősen, egy kicsit, mint a Bánki Donát vezetne, igen. De az Anikó utcaiak megfogták. Még mindig a Bánki Donát húzza, megvan! A piros mezes Bánki Donát utcai általános iskola nyerte a kötélhúzást. Az első elődöntő hatodik játékához érkeztünk el, amely egy olyan váltóverseny, amiben botokat fognak a gyerekek egy-egy szék alatt átdugdosni, és így futnak előre, és váltanak majd. A csapatok már felkészültek. Figyelem! 5, 4, 3, 2, 1, start! És már is mennek a gyerekek! Átkerül a bot a szék alatt, aztán vissza, majd ismét vissza. A végén egy váltás még, és futásban vissza újra dugdosni át a botot a szék alatt. Úgy tűnik, hogy a Gyárvárosi iskola csapata váltott elsőnek. Az Anikó utcaiak vannak sárga mezben a második helyen. A piros mezes bánkisok és a kék mezes gyakorlósok fej-fej mellett haladnak. Továbbra is a zöldmezes csapat vezet. De nagyon-nagyon befogta őket a sárga mezes Anikó csapat. Egyszerre történik szinte a váltás. Óriási az izgalom. Az Anikó beelőzött. Már ők váltanak a végén egy-egyen jobban. Gyerünk! Az Anikó utcaiaknál az utolsó pár kezdte meg. Egy utolsó váltás a túloldalt, és már nem lehet tőlük elvenni a győzelmet. A három másik csapat fej-fej mellett halad.
Vajon a kék vagy a zöld mezesek futnak be? Gyárvárosi vagy gyakorló a második hely? És az utolsó széknél dől el. Óriási izgalom a versenyben. Lássuk, mi a végeredmény. A következő versenyszám Gólya viszi a fiát címmel szerepel. Már is kijelölődött mindenhol egy-egy kicsi gólya, akit majd átszállítanak a csapatok a túloldalra. Ez a játék menete, a csapatok már is felkészültek, kezdődjék a verseny, figyelem! 3, 2, 1... Rajta! Gyerünk! Ez az! Már is viszik a gyerekek a kicsi gólyákat, ott a túloldalt lerakják, és a kis gólya visszarepül! És már itt is van, fölpattan, és futnak át a gyerekek. Fej-fej mellett halad a sárga mezes és a zöld mezes csapat. A harmadik helyért is holt verseny van. Nagyon gyorsan futnak a gyerekek. Egy cseppet, mint a sárga mezes Anikó utca vezetne. Igen, ők váltottak előbb. A gyárváros a második. A piros mezesek vannak a harmadik helyen. És a kékmezes gyakorlósok a negyediken. És a végén még egy felnőtt is sorra kerül. A végén a testnevelők következnek. És átfut az egész csapat. És megvan az Anikó utcaiak. Az elsők, a kettes, a második, a zöldmezes csapat. A harmadik. Vajon ki lesz? A kék mezesek futottak be előbb. Nagyon izgalmas verseny volt. Ügyesek voltatok valamennyien. Lássuk, mi a hivatalos végeredmény. A következő játék vegyesen kutya, embergyerek és nyuszi szaladgálásból fog állni. Először itt a padon fognak a gyerekek végig szaladni kutyafutásban, aztán embergyerekek fognak végig szaladni a bójáig, majd visszafelé egy sereg nyuszit látunk sorverseny formájában. Itt nem váltó lesz, hanem egyszerre indul minden csapat. Én gyorsan innen félre megyek. Figyelem! 5, 4, 3, 2, 1... Rajta! Gyerünk! Kutyák, gyerekek, majd nyuszik! Egy sereg nyuszi! Gyerünk, nyulacskák! Gyorsan, melyik csapat lesz, amelyik először visszaér! Hó, itt van, azt hiszem, a sárga nyulak győztek! Aztán azt hiszem, a zöld nyulak, aztán utána már nem tudtam figyelni. Ügyesek voltatok, gyerekek! Azt hiszem, hogy az Anikó utcai csapat nyerte ezt is, de mindjárt kiderül az eredményhirdetésből. A következő váltóversenyben felnőttek segítségét is igénybe veszik a gyerekek. A felnőttek ezt a papírkosarat tartják egy boton. A gyerekek váltóversenyszerűen érkeznek a saját botjukkal, átveszik a felnőttektől ezt a kosarat, végig szaladnak a pályán, majd visszaillesztik a felnőtt botja végére a papírkosarat, majd futnak vissza és a bottal váltanak. Ez tehát a versenymenete. Figyelem, felkészültek a csapatok! És már futás is! Gyorsan, ügyesen átvenni. Ha leesik, vissza lehet tenni a botra. Gyerünk! Az Anikó utcai csapat vezet, úgy látom.
Nagyon ügyesek a gyerekek. Nagyon izgalmas a verseny, fogalmam sincs, hogy ki vezet éppen. Óriási a küzdelem minden csapat házatáján. Az utolsó emberek indulnak, úgy látom. Az Anikó utcaiak utolsó embere fut. Minden csapatban az utolsó emberek. Ebben a pillanatban a sárga mezes Anikó utca győzött. Most futott be a kék mezes csapat. Aztán a zöldek és a pirosak, ez lesz a sorrend. Következő, ennek az elődöntőnek az utolsó játéka lesz. Ez egy Mikulás váltó. Gyerekek, kinek hozott valamit a Mikulás? Neked semmit? Miért nem hozott semmit? Rossz voltál? Lehet, hogy rossz voltál, akkor most te fogsz vinni zsákban ezt meg azt. Nektek hozott valamit a Mikulás? Igen. Igen, sok ajándékot hozott? Igen. Sok ajándékot. Igen, de a gyerekek nagyon feszültek és várják már a váltóversenyt. Ez egy váltóverseny lesz, végig kell menni a zsákkal és a Mikulás sapkával, aztán vissza és váltani. Egy kézzel lehet a sapkát húzni. A csapatok felkészültek. Figyelem! 5, 4, 3, 2, 1, start! Gyerünk! És már egy sapka el is veszed. Azért vissza kell sajnos menni. Úgy kell felhúzni azt a sapkát, hogy ne vesszen el a fejről. Egy kézzel felhúzni. Jajjaj, le fog esni az a sárga sapka. Jajj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 
rendesen húzzátok fel, mert lepotyog. És már is futnak a kis Mikulások. Gyerünk, gyerünk! Futás, 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 gyorsan! Mindenkinek lepogyog a sapkája, gyerekek! A sapkát rendesen föl kell húzni. Az utolsó emberek futnak, megvan az Anikó utcai csapatnak a sapkája.
De ott van, a zöld mezesek már bent vannak. És most érkeztek be a sárga mezesek, a kékek és a pirosak. Elérkeztünk tehát a karácsonyi sportvetélkedő első elődöntőjének eredmény hirdetéséhez. Először is szólítom a negyedik helyezett Bánki Donátúti iskola csapatát. Ők 14 pontot szereztek. Gratulálok, gyerekek, és megkérek mindenkit, hogy vegyen ebből az ajándék halmazból egy-egy chipset, csokit, Star Wars füzetet és egy-egy kólát. Közben pedig hívom a harmadik helyezett csapatot, a kettes számú gyakorlóiskola csapatát. Ők 21 pontot szereztek. Maradjatok itt, ne menjetek el! A második, az első elődöntő második helyzetje 27 ponttal a Gyárvárosi Általános Iskola csapata. Ti is mind választhatok innen egy-egy ajándékot, egy csoki chipset üdítőt és egy Star Wars füzetet. És kérem az első elődöntő győztesét, az Anikó utca csapatát, akik 38 pontot szereztek. Gratulálok! Nektek egy-egy kóla a jutalmatok, és ti jutottatok tovább a döntőben. A döntő résztvevője lesz a három elődöntő egy-egy győztese, illetve az az elődöntős második helyezett, aki a legtöbb pontot szerezte. Kedves gyerekek, kedves nézők, véget ér tehát az első elődöntője a karácsonyi sportvetélkedőnknek, és találkozunk holnap a második elődöntőben. Just begun to get our share of this world's deep.